Jó estét kívánunk a kedves hallgatóknak, a heti betevő popkultúra itt a Lánchíd Rádióban, ahogy a Spot is mondotta, volt a mikrofonnál Tresó T. Tibor. Május 17-e van, egy héttel ezelőtt még teljesen máshogy állt a nemzetközi rockzene, és máshogy terveztük mi is a ma esti adást, viszont a sors, illetve az élet közbeszólt. Chris Cornell, ahogyan egyébként a legfrissebb híradások is mondják, önkezével vetett véget életének, legalábbis a vizsgálat jelenállása szerint így néz ki a történet. Ő sajnos a Soundgarden, illetve az Audioslave zenekar énekes, gitáros, a dalszerzője, a seattle-i grunge kultúra egyik ikonikus figurája sajnos már nincs közöttünk a mai napon. Sajnos adásunk speciális formátumot vesz föl ma este, hogy a sajnos, vagy igen, hát egyrészt sajnos, mert szerettünk volna inkább arról beszélgetni itt Pintér Miklóssal, a Grangeri magazin főszerkesztőjével, hogy de jó lenne esetleg egy Soundgarden koncert majd a jövőben Magyarországon, vagy Európában bárhol elérhető kvázi kartávolságban, de erről sajnos már nem tudunk beszélni, viszont nem is temetni szeretnénk Chris Cornellt a következő 50 percben, hanem inkább a munkásságáról megemlékezni majd szóló pályafutásának dalaival, zenekari dalaival, Soundgardenről legyen szó, vagy akár az Audioslave-ről. Nehéz találni a szavakat, megmondom őszintén, de azért megpróbáljuk majd. Hamarosan, mielőtt még Pintér Miki jönne, kapcsoljuk Téglás Zoltánt, az Ignite zenekar énekesét, személyes jó barátomat, aki ismerte Chris Cornellt, és hát ugye a zeneipar Los Angelesben nagyjából olyan, mint egyébként Magyarországon, csak hát a léptékek nagyobbak, és hát ugye, hogyha valaki gyakorló zenész és sikeres, akkor az előbb-utóbb azért összefut olyan figurákkal is, mint például Chris Cornell, személyes élményeiről, illetve tapasztalatairól, sztorikkal jön majd hamarosan egy zene után, de most akkor jöjjön a Soundgarden itt a Kultpresszóban és a Rusty Cage, utána pedig jövünk Téglás Zolival. Tartsanak velünk! I'm gonna break my rusty cage.
From the Colt, and you're listening to me on Colt's Presso. A mikrofonnál továbbra is Tresó T. Tibor és Kriszt Karnalra emlékezünk a Kultpresszó e-heti külön kiadásába, bátran mondhatom ezt, melynek egyébként zenei hátterét Pintér Miklós, a Grangeri magazin főszerkesztőjének zenei tudása és lexikális tudása adta, tehát ennek az órának a zenei hátterét ő válogatta össze, ővé az érdem, hogyha valaki esetleg szeretne ezzel kapcsolatban megnyilvánulni, akkor a Facebookon, akár a Kultpresszó, akár a Grangeri oldalán ezt megteheti. A vonalban pedig, hogyha minden igaz, akkor Los Angelesből Téglás Zoli, az Ignite zenekar énekese. Szia Zoli! Szia Tibor bácsi, hogy vagy? Hát köszönöm szépen, voltam már jobban is. Léven ugye ismerjük a híreket, hogy Kriszt Karnal már nincs közöttünk. Lehetett olvasni egy személyes élményt vele kapcsolatban a te Facebook oldaladon. Ugye nyilván azért sejthető volt az, hogy azért a Los Angeles-i zenei életben, vagy az amerikai zenei életben, azért, hogyha valaki dolgozik, él és mozog, énekel, zenél, vagy mondjuk a háttériparban dolgozik, akkor előbb-utóbb összefut ilyen figurákkal, vagy megismer ilyen embereket, mint akár Kriszt Karnal. Te személyesen ismerhetted őt. Emlékszel rá, mikor találkoztatok először? Igen, egy vacsoránál Los Angeles-ben, akkor találkoztam vele az elsőször, és nagyon-nagyon kevés volt mindenkivel akkor is. Egy normális ember, ő igazi rockstar, és egy igazi hatalmas nagy ember a zenevilágban, de úgy viselkedik mindenkivel, mint egy átlag ember. És azt mindig szeretem benne, mindig kedves volt mindenkivel. Én nem ismerek egy ember, aki tudja mondani, hogy vagy valahogy rosszul viselkedett senki, valakivel. Mennyire ismerted az ő zenei munkásságát, akár a Soundgarden zenekar dolgait, vagy akár az Audioslave-vel alkotott dalait, lemezeit? Hát a Soundgarden-t nagyon szerettem. Az első lemezt én megvettem, mikor kijött. Én nagyon szerettem azt az egész grunge zenét, ami Seattle-ból számozott. És a testvéremmel, Misivel fölmentünk a Soundgarden Park. Az egy ilyen, onnan szervezték a nevüket. Van egy ilyen park, Gálves, az egy Soundgarden, és mikor fúj a szél, vannak ilyen csövek, ami mozognak, és azok csinálnak ilyen szép hangokat. És onnan szervezték a nevüket. És azért mentünk föl oda, mert ők is ott mindig ott fönt voltak. A Pearl Jam srácok, akkor a Mother Love Bone zenekarjákban volt, Mother Love Bone-ban játszottak, és Soundgarden emberek oda ment csak hülyeskedni a Soundgarden Parkba. Szóval nagyon híres zene, ilyen, olyan, mint a Rainbow Sunset Boulevardon, de fönt Seattle-be. Olyan híres hely. Lehetett tudni, illetve hát most ugye rengeteg írás foglalkozik Kriszt Karnallal, hogy azért ő is harcos környezetvédő, illetve emberi jogi aktivista volt. Hát ugye környezetvédelemből te is kivetted a részed, vagy kiveszted a részed, meg az állatvédelemből itthon is, illetve Amerikában is. Hogyan dolgoztatok ti együtt? Hát van egy ilyen társaság, az a neve, hogy Earth First. A 90 évesekben kezdték vágni a Pacific Northwest, ami ott fönt van Seattle-ba. Van ilyen ős, régi erdő, és egy-két cég belement oda, és kezdték kivágni ezt a 1000 éves, 500 éves fákat. És szétdarabolták ezt a régi, hatalmas nagy fákat, és kiküldték Kínába chopsticks-ot csinálni belőle, ilyen hőség. Volt semmi jog akkor az erdőknek, a fáknak. Összejött egy csoport emberek, hogy ők fölmásztak a fába, vagy rákötöttek magukat a fára. Rengeteg Earth First ember
megverték, meg is haltunk belőle, de nagyon jó ilyen csoport emberek voltak. A legtöbb százalék hippik, de ők egy nő az a neve, hogy Butterfly, aki a Chris Cornell ismerte, ő fölmászott ilyen hatalmas nagy fába, és ott élt a fába majdnem egy évig, mert nem akarták, hogy kivágják ezt az egy fát. És hallottam, hogy a Eddie Vedder és a Chris Cornell ilyen Earth First rajongók. Nekem az volt az első tatoválásom az Earth First a karomon. És láttam, hogy Eddie Vedder-nek van az Earth First képje, ilyen logo, Earth First logo a lábán, és tudtam, hogy Chris Cornell is mindig arról számokról írt. Rengeteget próbáltam megvédni azt a fákat ott fönt a Chris. És nagyon sok koncertet csinált, a Soundgarden és a Pearl Jam, hogy legyen pénz az Earth First embereknek, hogy tudnak védni a fákat. Szóval nagyon becsülöm őket, és fölnézem őket, hogy ők igazi zenészek, mert azért csinálnak zenét a Chris Cornell, hogy kicsit jobbítja az életet, a világot, és azt nagyon becsülöm tőle. Értem. Zoli, volt-e olyan alkalom, amikor bármelyik zenekarral, amivel te játszottál, akár Ignite-tal, akár Pennywise-szal, tudtatok akár egy fesztiválon, vagy akár egy színpadon zenélni az Audioslave-vel, vagy a Soundgarden-nel? Hát nem játszottam velük, de mikor beléptem a Pennywise-ba, a zenekar kilépett az énekes, kilépett a zenekarból, ők kérték engemet, és akkor kezdtem énekelni velük. És nehéz volt, mert tudod, én beléptem egy zenekarba, ami volt 20 évig egy nagy zenekar, és itt van egy új énekes, és sokan nem szerették, hogy én vagyok az énekese. Ez nem az én hibám. És volt egy-két-három koncert, ami nagyon nehéz volt, mert kiabáltak velem, akartam verekedni a közönsége, volt egy-két ember. Szóval fölhívtam a Chris kétszer-háromszor ez az alkalomra, és mesélt nekem, hogy mikor ő belépett az Audioslave-be, hogy mikor csináltak az Audioslave-et, az Audioslave ugyanaz, mint a Rage Against the Machine, csak egy másik énekese. És volt egy ember, játszottak egy hatalmas nagy fesztivált itt Amerikában valahol, és egy ember oda dobált a színpadra, a közönségből egy vízes üveget, ami megütötte a Chris. És ott volt, fuck you, Chris, és mindent kiabált vele. És a Chris mondta, hogy oda ment előtte, csak nem nézte rá és koncertnál. Mondjuk, hogy tudod, 10 000 ember meg voltak bolondulva ez a zenekarra, de mikor énekes vagy, és van egy ember, aki előtte kiabál, le akarsz menni, és meg akarsz menni őt. Tudod, miért kiabálsz velem? És mondta nekem, hogy bármikor, mikor van ilyen ember, aki rám kiabál, hogy nem akar, hogy énekeljek az Pennywise-ba, menjél, állja előtte, de ne nézd rá, és az egész koncert előtte állja, és nem szabad visszaveszekedni velük, vagy lemondani őket a mikrofonról, azért, mert te egy nagyobb, magasabb ember vagy, mint ők. És az sokat adott nekem, hogy ha engemet lekiabálnak, az egy dolog, de ha egy idióta lekiabál Chris Cornellt, akkor vannak ilyen idióták, akik bárkit lekiabálnak. Szóval azután, mikor beszéltem, ezután adott nekem nagyon sok energiát, hogy valaki nem szeret a koncert, ez nem az én hibám, akkor ne gyere a koncertre. Szóval ilyenek, és mindig hívtam őt, és mondtam, hogy beszekedünk, vagy ez meg az, és mindig beszéltünk, mint két zenész, énekes, és két barát. És bármikor felvette a telefont. Szóval mondom, Tibor, én kisfalusi gyerek vagyok, aki Veresegyházról származott, és ilyenfajta emberekkel összejöttem, és ők hívnak engemet. És olyan hálás voltam, hogy az Isten odaadta ezt a lehetőséget, hogy ilyenfajta emberre tudtam egy kicsit bőmet ez a világon. Zoli, lehetséges, ugye amikor Lemmy meghalt, akkor utána Magyarországon is volt emlékkoncert, illetve azért a zenészek megemlékeztek róla. Szerinted van rá esély arra, hogy Los Angelesben lesz mondjuk akár a Sunseten, vagy máshol egy hasonló koncert, ahol mondjuk a híres zenészek megemlékeznek Chris Cornellről? Én szerintem lesz valami, a 100%. Össze fog jönni, mert mindenkivel jobb volt egy, és mindenki fölnézte őt, mert olyan jó énekes volt, olyan jó író volt. Szóval rengeteg barátja volt, rengeteg. Szóval 100% lesz valami. De ha Magyarországon van valami, légy szíves szólja, és én akarok ott énekelni. Én nagyon szeretnék Chris Cornell számokat énekelni Magyarországon.
Szóval van valami, akkor légy, hogy szóljál, Tibor. Abban a pillanatban, hogyha tudunk valamit, akkor szólunk. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. További szép napot, ugye ott most nagyjából délelőtt van, azt hiszem, 10:30-11 körül. Szép napot neked, és találkozunk legközelebb. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Téglás Zolit hallottuk, az Ignite zenekar énekesét, egyenesen Kaliforniából, Los Angelesből. Megyünk tovább, és akkor, ha már Audioslave-et emlegetük, akkor jön a Like Storm, a bemutatkozó Audioslave album egyik legnagyobb slágere itt a Kultpresszóban. Tartsanak továbbra is velünk, hiszen már itt ül mellettem Kis és Réhen, Pintér Miklós, a Grangeri magazin főszerkesztője, és hamarosan Chris Cornerről beszélgetünk.
up, everybody? This is JC, Dave, Roger, and we're from Doggy Dog. You're listening to us on Calpresso. A mikrofonnál továbbra is Tresó T. Tibor, és köreinkben üdvözölhetem Pintér Miklóst, akit már jó előre föl is vezettünk, a Grangeri magazin főszerkesztőjét, aki egy rakás lemezzel érkezett közénk, bakelittel is, illetve CD-kkel is. Hát, gyakorlatilag éjfélig lehetne játszani itt az életműből különböző szemmelvényeket. Szevasz! Jó estét kívánok mindenkinek, szia! Hát igazából több hétig lehetne játszani ebből az életműből. Hát Chris Cornell, amit hozzátett az egyetemes zenei kultúrához, az egyetemes zenetörténethez, azt gondolom egészen egyedülálló, egészen a Soundgarden-től a szóló karrierén át az Audioslave-ig. Úgyhogy mérhetetlen veszteség érte a zenei világot. Lehetne az a kérdés, hogy hogyan tovább igazából, de kanyarodjunk igazából az elejére. Szerinted mitől lett ő akkor a sztár? Volt egy nagyon érdekes plecska annak idején Seattle-ben. Mondták még ugye 80-as évek közepén, hogy van egy fiatal srác, aki igazából bárki hangján meg tud szólalni, bármilyen dalt el tud énekelni. A Rolling Stones-tól a Black Sabbathon át a Led Zeppelinig nyilván és a Deep Purple-ig. Ő volt Chris Cornell, egy elképesztően tehetséges fiatal énekes, aki emellett egy nagyon-nagyon jó gitáros is volt, és egy szerintem egészen klassz dalszerző. Ami vele kapcsolatban fontos, hogy sosem gondolkozott keretekben, mindig is a szabadság híve volt zeneszerzés vagy a szövegek terén. Még a gitárját is össze-vissza hangolgatta, egészen hihetetlen hangolásokban játszott. Talán az egyedisége is ebből adódhatott. Hát lehet, hogy ezért volt egyébként nyitott arra, hogy mondjuk, amikor vége volt a Soundgardennek ideiglenesen, akkor ő átigazolt a komplet Rage Against the Machine-hez, és ahogy Tékle Zoli is mondta, gyakorlatilag beállt. Jó, igaz, hogy ő volt már akkor a nagybetűs Chris Cornell, a bálvány, ugye a rock and roll isten, de hogy beállt egy komplet zenekarba énekesnek. Igen. És nem az volt, hogy Chris Cornell és barátai, vagy és társai, vagy és a háromnegyed Rage Against the Machine, hanem egy teljesen új zenekar, de azért mégiscsak a Rage át mellette, mögötte. Így van, ez igaz, és igazából elég nagy kockázatot vállalt akkor, én azt gondolom, hiszen a Soundgarden abszolút a rockzene csúcsán volt, aztán nyilván, hogy az a grunge őrület kezdett csökkenni a 90-es évek közepe vége felé, neki is valamit döntenie kellett, és igazából ugye 2002-ben jött ki az első Audioslave lemez. Valójában szerintem Chris Cornell ezeket a Rage Against the Machine-es srácokat egy picit talán ki is húzta a csávából. Talán először az, hogy megmentette őket, de nekik ott a Rage-en nem nagyon volt már tovább kihívás. Nem nagyon tudtak igazából haladni, valaki visszagondol az utolsó lemezre, vagy a feldolgozás a Renegades című Rage Against the Machine albumra. És ez a nagyon direkt, főleg a Soundgardenhez képest, nagyon direkt, nagyon kockás, nagyon feszes, sokkal inkább rádióbarát zenéhez egy olyan minőséget tett hozzá, ugye a hangján és az énekdalamain, pláne a szövegeink keresztül, ami azért szerintem fényévekre volt a korábbi Rage Against the Machine dolgoktól. Hát kétségtelen, tehát hogy nem is lehet összehasonlítani szerintem a Rage énekesével, Zack de la Rosával, hiszen tehát teljesen két külön stílus. De azt gondolom, hogy lehet, hogy Chris Cornell lett volna annyira béna, rap metal énekes, hogyha a Rage Against the Machine életműbe kellett volna belecsöppennie, mint amennyire mondjuk vice versa. Ugye az eredeti Rage énekes nem állta volna meg a helyét mondjuk egy olyan dallamvilágban, vagy egy olyan stílusban, mint amit ugye maga Chris Cornell képviselt. Ebben teljesen igazad van, pont ezért volt nagy a kockázat, mert azokra a zenei alapokra abszolút lehetett számítani, mint ez a három zenész összehozott. És sosem felejtem el, amikor megvettem az első Audioslave CD-t, akkor beraktam, és akkor az volt ez a várakozás, hogy ez majd akkor úgy fog szólni, mintha a Rage Against the Machine játszana, és akkor a Chris Cornell énekelne, és tényleg így volt. Tehát, hogy ez egy fantasztikus ötvözet volt, személy szerint tőle nagyon távol áll a Rage Against the Machine, főleg szellemisége, de általában a zenéje is. De erre én is azt mondtam, amikor meghallottam, főleg ugye az első három dalt, ami nagyjából így kiszakította az autónak a hangfalait, hogy itt valami fantasztikus dolog született.
Hogy a Soundgarden volt számomra, vagy legalábbis külső füllel hallgatva, az a zenekar az Alice in Chains mellett, akik mondjuk tudtak egyfajta hidat képezni a grungerek és a metálosok között. Abszolút így volt. Hát azért az a Black Sabbath-os Led Zeppelin-es szemléletmód, ami aztán később egy kicsit ilyen Beatles hatásokkal kiegészült, azért ez sok metal rajongónak a kedvére tett. És van egy nagyon fontos dolog a Soundgarden-nel kapcsolatban. Amikor ugye grunge-ról beszélünk, akkor általában 91-től, amikor kijött a Ten és aztán a Nevermind, illetve hát a 92-es nagy robbanástól kezdve szoktuk emlegetni, de a Soundgarden valójában már 1984-től működött. Sőt, már ugye volt ez a Deep Six nevű 86-os nagyon-nagyon fontos válogatás, ahol a Green River-rel, ugyanúgy a később Mother Love Bone, Pearl Jam tagok játszottak, a Human-nel, Malfunction, a Skin Yard-del együtt, a Melvins-szel. Egy olyan album jött ki, amit egyébként a mai napon aranyárban sem elérhető a nagyvilágban. Ez volt tulajdonképpen ez a Deep Six nevű válogatás 86-ban, ami ezt az egész folyamatot elindította, és amiből szerintem a Soundgarden nagyon szépen kijött. Innen folytatjuk. Vendégen Pintér Miklós, a Grungeri magazin főszerkesztője, Chris Carnellre emlékezünk, munkásságáról beszélünk, és hát szeretnék azért tényleg csak a jó dolgokat felhozni, és nem egy ilyen ravatalozó hangulatú történetbe belecsöppenni, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon szomorú az az alkalom, ami miatt mondjuk most itt egyfajta Soundgarden vagy Chris Cornell külön órát tartunk itt a Kultpresszóban. Most akkor egy Temple of the Dog dal következik, ugye ez a grunge éra, illetve a stílus szuper projektje, erről már rengetegszer beszéltünk itt a műsorban, és akkor a Machine Forward Back című dalt játsszuk akkor le, és akkor utána visszatérünk arra, hogy élőben ez milyen is, és milyen volt ez. Ugye ezt láttad egy nagyjából fél évvel ezelőtt. We'll be right back.
Hi, this is Paige Hamilton from Helmet. Just another victim. You're listening to Cult Espresso. Kid. Yeah. A mikrofonnál pedig Tresó T. Tibor, vendégem pedig továbbra is Pintér Miklós, a Grand Cherry magazin főszerkesztője, a műfaj avatott szakértője. Chris Cornerről beszélgetünk. Temple of the Dogot hallottunk az elmúlt percekben, és neked volt szerencséd élőben látni a Temple of the Dogot valamikor november-december környékén Los Angelesben. Milyen volt? Játszották ezt a dalt? Igen, játszották ezt a dalt. Valójában én azt gondolom, hogy alapból is nagyon szerencsés vagyok, mert a tavaly évben én háromszor láttam Chris Cornellt. Először a tavasz folyamán volt egy szóló turnéja, ami sajnos Budapestre nem jutott el, viszont Bécsben játszott Chris Cornell, és egy egészen fantasztikus, nagyjából 3 órás műsort adott. Viszonylag közelültem a színpadhoz, hátborzongató. Igen, ez egy ilyen klasszikus koncertterem volt, kicsit hasonló, mint egy zeneakadémia, vagy ilyesmi, és hát ott majdnem ledőltek a falak, pedig egy szálgitár volt csak a kezébe, és a hangja. Én tényleg nem tudok erről megfelelő módon nyilatkozni, mert egészen elképesztő élmény volt. És aztán, amikor híre jött, hogy a Temple of the Dog egy 7 állomásos mini turnét csinál az Egyesült Államokba, akkor ugye én a Ten Clubnak tagja vagyok, a Pearl Jam rajongói klubjának, és megpróbáltam mindenképpen jegyet szerezni, hát nem sikerült. És egyébként nagyon vicces, mert pont a Madhani játszott Budapesten az A38-on akkor, amikor megindult a jegyvásárlás, már a publikus jegyvásárlás, és végül csak Los Angelesbe tudtam jegyet venni. Ott pedig a Los Angeles Lakers csarnokában, a fórumban volt a show. Majd aztán végül átmentem ugye Seattle-be, és végül a Paramount Theaterbe ott is láttam a Temple of the Dogot egy héttel később. És ha már kérdezted a Pushing Forward Back-et, hát a legnagyobb bajuk ezzel a dallal volt egyébként. Ebben most így beleválasztottunk. Ennek egy elég fura ritmusa van, főleg a kezdésnél, ugye a gitár kezdés, aztán száll be a dob, és kicsit olyan volt, mintha ment volna mindenki a feje után, és bár ez az egyik kedvenc dalom a Temple of the Dog remezről, de élőben talán ez volt a legkevésbé jó. De nyilván gondolom csalódást azért nem okoztak. Hát egy varázslat volt igazából, nem tényleg pláne a történtek fényében Temple of the Dogot élőben látni, főleg Seattle-ben, aztán ott valami egészen varázslatos hangulat volt, ugye ez is egy színházterem. Egyébként nagyon érdekes, mert Los Angelesben is ült mindenki, tehát a küzdőtér is tele volt székekkel. Talán az Oli meg tudta volna mondani, hogy ez valami policy, vagy nem tudom, hogy mi lehet az oka ennek. De Amerikában vannak furcsa szabályok egyébként, tehát ott nem szedik fel a küzdőtérről a székeket. Hát igen, csak ez egy kosárlabda pálya, tehát hogy itt abból nincsenek székek, de mégis ülős. Nem vagyok benne biztos, hogy a helyi szabályozás ezt hogy mutatja, de nyilván erre is vezethető vissza, hogy amikor balhé van, akkor ugye a székdobálás az honnan ered a küzdőtérről. Tehát hol van ott szék? Hát van ezek szerint akkor mindenképpen. Mi lehet az oka annak egyébként, most Everlast jutott hirtelen az eszembe, aki egyébként nagy zenekaros felállással, komplett kísérő zenekarra marha jól tudott turnézni, House of Pain-ként és Everlastként is, viszont évek óta egy szálgitárral és egy darab kísérő billentyűssel járja a világot. Hogy mi lehet az oka szerinted annak, hogy adott egy ilyen kaliberű pali, aki fogja magát is egy szálgitárral neki áll turnézni? Ez ilyen visszagyökerekhez dolog lehet adott esetben, vagy mi az, ami erre vezérli? Ugye a Soundgarden, illetve Chris Cornell nagyon speciális helyzetben van, mert a Pearl Jam dobosa, meg a Soundgarden dobosa ugyanaz az ember, Matt Cameron, és nekik állandóan, hát most már egy múlt időben egyeztetni kellett a naptárjaikat, hogy éppen kivesz fel egy albumot, kimegy turnéra, tehát a Soundgarden, a Pearl Jam együtt egy kézen meg lehetett számolni, hogy hányszor lépett fel, és akkor Matt Cameron egyébként a Pearl Jamben dobolt, és a Soundgardent segítették ki. Ez lehetett az egyik oka, hogy egyszerűen nem volt idő, ezt nem tudom pontosan. Másrészt ugye neki megjelent két
olyan, megjelent egy szólóalbuma 2011-ben, ami egy élő akusztikus válogatás album volt, egy turnéról Európából, Amerikából, Songbook címmel, és tulajdonképpen Chris Cornell ezzel jött vissza megint a rockzenéből, ugye volt előtte a sokak szerint, most keresem a jó szót erre, ugye a Scream albumról beszélünk, hogy valami szépet mondjak róla, tehát, hogy azután sikerült visszajönni a rockzenébe, és valószínűleg ezt a 2011-es egészen katartikus élményt akarta megismételni, illetve hát voltak már új dalai ugye a 2015-ös Higher Truths albumról, ami alapból egy akusztikus lemez, egy fantasztikus album egyébként. A Grangerin egyébként tavaly az év albuma lett, úgyhogy hát én ezt gondolom, illetve hát tudod, amikor egy szál gitár van meg egyének, akkor azért eléggé levetkőznek ezek az énekesek, tehát kitárulkoznak, kvázi mintha mesztelenül állnak a színpadon, senki nem áll mögöttük, nincs a zaj, nincs a dob, nincs a torzított gitár. Mennyire volt közvetlen az ember, hiszen más volt teljesen a közeg, ugye ez nem egy stadionrock, vagy nem egy nagyobb méretű klub volt, ahol fellépett teljes zenekarra, hanem egyedül, akkor amit mondasz is azért, ilyenkor azért önmaga van, és hát nyilván alibizés nincs. Nincsen, hihetetlen közvetlen volt, ők már egy nappal korábban megérkeztek Bécsbe a családdal, ott voltak a gyerekek is, és várost néztek, fotókat osztottak meg, és nagyon sokat mesélt ezekről az élményeiről, főleg arról, hogy mennyire gyönyörű Bécs építészete, hát milyen jó lett volna eljön Budapestre, mert mi talán még ennél szebbet tudtunk volna mutatni. Ott elmesélt egy nagyon sztorizós kedvében volt, viccelődött, egy ilyen rendkívül ronda fehér edzőcipő volt rajta, jól emlékszem, talán magasszárú, és mesélt valami sztorit róla, hogy vagy elkeveredett, vagy valami, vagy a fia cipője volt, valami, de nagyon viccesen adta elő ezt a dolgot, hogy miért van neki igazából ilyen ronda cipője, és a dalok között pedig magukról, a dalokról mesélt rengeteg. Ez nagyon kommunikatív volt, pláne ahhoz képest, amit mondjuk egy Soundgarden koncerten az ember megszokott, hogy jönnek egymás után a dalok, és tulajdonképpen szinte átmenetnél semmi, így van. Úgyhogy ezért is volt hatalmas élmény. Én azt gondolom, hogy az a koncert sokkal közelebb vitte Chris Cornellhez a rajongókat, mint egy bármelyik Soundgarden, Audioslave vagy Temple of the Dog koncert. Ezért is sajnálom annyira, hogy a magyar rajongók nem csak viszonylag kis számban tudták látni, mert természetesen Bécset azért ellepték ilyenkor akkor a magyar rajongók. Hétfő lesz egyébként pontosan 25 éve annak, hogy a Guns N' Roses Magyarországon járt életükben először, és ott ugye két nagyon-nagyon különleges vendégzenekar volt, szándékosan nem mondom az előzenekar jelzőt, bár mondjuk státuszban lehet, hogy az volt, maguk 25-30, adott esetben talán 40 perc is volt a Faith No More-nak a játékideje, viszont ugye a Soundgarden ott volt, Soundgarden, Faith No More, Guns N' Roses, ez volt a sorrend. Nekem van olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy ő megvette a jegyet, elment, megnézte a két előzenekart, majd utána átment a Fekete Lyukba AMD koncertre, mert aznap az volt, és nem érdekelt a Guns N' Roses, viszont a Soundgarden a maga 18-20 percével ott volt. Emlékszem, annak idején kérdezték tőlük, hogy mit vártatok ettől a turnétól, és azt mondták, hogy nem ingyen kaját, ami nagy valószínűség szerint azért igaz is volt, viszont ott azért volt 72 ezer szerencsés ember, aki láthatta őket. Azért domborítom ki az évfordulót, mert a Guns N' Roses Hungary Facebook oldalon. Egyébként már jó ideje készülnek erre az évfordulóra, és ott egyébként jönnek elő ezek a videótartalmak a YouTube mélyéről előbányászva, és hát annak idején a Music Television-től kezdve rengeteg mindenki forgatott. Egyébként Prágában egy vagy két nappal előtte, Budapesten senki. Viszont arról a turnéról, ahol a Soundgarden volt az előzenekar, komplett felvételek kerültek elő. És hatalmas kincsek, tényleg a 27-28 éves Chris Cornell és a zenekar ereje teljében, ahogy van, úgyhogy érdemes megnézni mindenképpen ezeket, rákattintani, mazsolázni, akár a YouTube-on rákeresni, vagy akár a Gener Hungary oldalra, vagy ez akár nálatok is, a Grangerin is előfordulhat, gondolom én. Igen, igen, pont talán az utolsó Chris Cornell szólóalbum, a Higher Truth-nál osztottam meg a jegyemet, ami a jegyem képét, ami ugye a 92-es budapesti Faith No More, Guns N' Roses, Soundgarden buli volt. Én arra emlékszem egyébként, azon is ugye nyilván ott voltam, hogy bár 15 éves voltam, de sokkoló volt a Soundgarden, tehát hogy ilyen, én ugye a Guns N' Roses-ra mentem, nagyjából nekem a Faith No More elvitte azt a showt, tehát nekem utána a Guns nem nagyon érdekelt, annyira zseniális volt a Faith
Face No More. Viszont arra emlékszem, hogy korábban kezdett a Soundgarden, viszonylag rövid ideig játszott, és iszonyú hangos volt, és arra is emlékszem, hogy mintha félmeztelen lett volna Chris Cornell, és a derékigérő hosszú haját, ahogy rázta, és a Martens bakancsában nem is tudom, így döngölte a talajt, vagy a színpadot, és tehát mint egy ilyen megveszekedett ilyen forgószemű őrült, egészen szuggesztív volt. De pedig és az is mondod, be volt rajzó, hogy a színpad hány százalékát használhatja a mozgás. Rettenetes lehetett nekik. Azt nem tudom, mennyire emlékszel, hogy valójában ennek a turnénak az előzenekar a Nirvana lett volna. Hát csak igen, csak ők azt mondták, hogy nem. Igen, a Kurt Cobain pont ez ellen az egész Guns N' Roses féle csillogás és felhajtás ellen foglalt állást, úgyhogy nem vállalták, a Soundgarden viszont bevállalta. De ahogy mondtad, valójában igazából egy-két ingyen kaján kívül túl sok rajongót nem szereztek szerintem a turné. Hát azért csak beesett egy-kettő, nem? Már nem a turné miatt esett az már be szerintem, hanem valójában a Nirvana által felturbózott, hogy mondjam, környezetnek az eredménye volt. Nem vitatkozom veled. Innen folytatjuk Pintér Viki továbbra is a vendégem, Grangeri magazin a Kultpresszóban. Most pedig akkor jöjjön továbbra is teszem egy Soundgarden dal, hogyha jól tudom, segíts ki kérlek. A Fell on Black Days jön a Super Unknown albumról. That this could be my fate.
és a Kult Presszó, benne pedig Chris Cornerre emlékezünk, az ő munkásságára, életére, bármint amennyit ugye ebbe az 50 percbe bele lehet préselni. Pintér Miki továbbra is a vendégem, a Grand Jerry magazin főszerkesztője, kitalálója, működtetője és a stílusavatott szakértője. Nagyon rövid időnk van hátra, és muszáj belehallgatnunk Chris Cornerre szóló lemezébe mindenképpen, tehát azért ezt meg kell mutatni a hallgatóknak. Miért olyan fontos egyébként az, hogy ő ezek mellett szóló lemezeket csinált? Nyilván imádod, szereted, rajongod, de hogy azért mégis? Hát egy másfajta önkifejezés volt ez számára. Azért jó nagy különbség van a Soundgarden és a szóló lemezek között, nem beszél az Audioslave-ről, de azt gondolom, hogy a kreativitását itt aztán végképp ki tudta élni, mert nem voltak, innentől kezdve nem voltak már azok a korlátok se, amik az Audioslave-nél, akár zenei szempontból, akár a Soundgarden-nél előjöhettek. Az utolsó szólalbum azért nagyon fontos, mert van rajta egy dal, a Wrong Side, ami bónusz trackként jelent meg, de szerintem talán a legszebb szólódal a Chris Cornernek, amit valaha írt. Nem is értem, hogy miért nem fért fel az eredeti alapverzióra. Ennek a refrénje úgy szól, hogy újra a rossz oldalon állok. Nyilván a történtek fényében most az ember mindenbe belemagyaráz dolgokat, de azért én tényleg melegen ajánlom, hogy az emberek, akik tudják. Nagyon sok sötét dal szövege volt egyébként. Hát igen, most ugye a Show Me How to Live-et játszhattuk volna az Audioslave-től, de ott van a Like Suicide a Superunknown-ról, tehát ilyen nagyon kettősség van a szövegeiben, de ez a szomorúság, ez valóban mindig ott volt. Végére azért említsük meg valamit. Amikor Lemmy eltávozott közülünk, akkor utána egy nagyon-nagyon sikeres, egy olyan estét, egy olyan szeánszt tartottak a hazai rockzenészek Magyarországon, ami teltházas volt. Nyilván egyrészt nagyon ingyenes volt a történet, másrészt meg ugye Lemmyt nagyon-nagyon sokan szerették, és egyfajta ilyen örömzenélésbe fulladt az este. Volt viszkikóla akció Lemmy emlékére és a többi, és mindenki nagyon jól érezte magát, és gyakorlatilag sírva vigadva örömteli módon emlékeztek meg az öregről. Előfordulhat, én gyanítom azt egyébként, hogy azért a másért nem, hiszen David Bowie-ra is megemlékeztek ugye a magyar alternatív zenei élet legjobb hangszeresei, hogy Chris Cornell sem maradhat ki a sorból. Hát én azt gondolom, hogy ha a Chris Cornerről meg szeretnénk emlékezni, akkor az tényleg csak a lehető legjobb körülmények között egy olyan teljesen egyedi eseményen lehet, ami mondjuk délután 4-kor elkezdődik, és mondjuk este 10-kor vége van. Ha lesz ilyen, akkor a Grand Jury mindenképpen ebben benne lesz, és onnan lehet erről értesülni, vagy akár a Kult Presszóból. Remélhetjük, hát figyelj, ha tudsz erről, akkor mindenképpen az infót azért dob be. Miki, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Pintér Miklós volt a vendégem a Kult Presszó e-heti adásában. Chris Cornerről beszélgettünk. Az adás visszahallgatható majd a Lánchíd Rádió honlapján, illetve hát majd rajtatok keresztül is természetesen. Köszönöm, hogy itt voltál, és hogy a zenei hátterét adtad ennek az órának. Köszönjük szépen, kedves hallgatók, hogy velünk voltak, most pedig akkor jöjjön az említett dal, a Wrong Side. Ezzel búcsúzunk most itt a Kult Presszóban. Találkozunk jövő héten pénteken este 7 órától. Viszont hallásra, Zsó T. Tibort hallották. Free the mass.